A francia elnök szívélyes fogadtatásban részesítette a szaudi korona herceget Párizsban. Ez a második alkalom, hogy Emmanuel Macron meghívta Mohamed Bin Salmant az Elizé palotába, hogy közös érdekeikről egyeztessenek. A látogatás azonban nem mentes a vitáktól, ahogyan arról az Euronews tudósítója Annelise Borges beszámol. Az Elizé palota szerint a találkozó egy lehetőség arra, hogy megerősítsék Franciaország és Szaúd-Arábia stratégiai partnerségét, Továbbá, hogy a világ minden táját érintő kérdésekkel foglalkozzanak. A fontos témák között szerepel a libanoni vagy a szíriai válság, továbbá az iráni nukleáris program ügye, ami az atomhatalom Franciaország számára különösen érzékeny probléma. Az Ukrajna elleni orosz háború hatásait mindkét nemzet érzi. Mohamed Bin Salman nagyobb nyomást gyakorolhatna Oroszországra Emmanuel Macron szerint. A szaudi trón örökös diplomáciáját ugyanakkor bűbájoffenzívaként emlegeti a helyi sajtó, amivel nem sokra megy Franciaország. A világ előtt viszont kínos barátsággal fogadni olyan vezetőt, akinek az országában majdnem megduplázódott a kivégzések száma.